Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te most éppen ezt a felvételt megtekinted, tehát valami szól neked is. De megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Az indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? Itt a koporsó. Lehet egy örökösödési ügy is, és ezen töpreng. A koporsó jelenthet régi témákat is, hogy valami vagy valaki visszatér nála a múltból, vagy hogy ti ismeritek egymást a múltból, most nincs kapcsolat, de ő gondol rád, és tervezi azt, hogy visszatérjen hozzád. Amit a koporsó még jelenthet, hogy ő le akar zárni bizonyos gondolatokat, bizonyos kapcsolatokat, vagy lezárja a múltját. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt előre folyamodnak az események, itt tisztázódik köztetek minden. A lilium virág jelenti az ő ártatlanságát, vagy jelentett szexuális témákat is. Ez az érzése. De mivel a koporsó bizonyos dolgokat lezárhat, ez azt jelenti, hogy nem mer ezekről a témákról beszélni. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez a virágcsokor jelentheti a te szépségedet, tehát kapsz egy bókot tőle, vagy jön egy virágcsokorral, vagy egy ajándékkal. Ez lesz most egy kellemes meglepetés, és neki az az érzése, hogy így tisztázódik köztetek valami, és esetleg abban reménykedik, hogy lesz egy testi kapcsolat. Az utolsó kártya azt mutatja, hogy mi köt össze benneteket. Itt ez a kártya fordítva látható, ennek is van egy jelentősége, itt fordul valami, egy más irány lesz, amire a gyermekek utalnak, itt lesz köztetek egy új kezdet. Lehet, hogy eddig még olyan nyugis volt minden, de most, ami összefűz benneteket, itt lesz egy fordulat, és lesz egy új kezdet, egy új irány kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!